Második rész. A templom rabló. Köpenye alatt Gusztáv Adolf bibliájával ment útján a tolvaj, bozóton, erdőn, köveken, mocsarakon keresztül, a rókajuk felé, ahol a fekete ibic tanyázott embereivel. Hogy keresztül kell jutni a dragonyos őrszemek láncán, akik a rókajukat körülkerítették, amiatt egy csöppet se félt, hogy veszély idején hallatlanná és látatlanná tegye magát, az tolvaj mesterségéhez tartozott, s a róka vagy a nyest is tanulhatott volna tőle, hogyan kell nesztelenül súrranni. Valami egyéb nyomta a lelkét. Ennek a bolond tornafernek megígérte, hogy az árkánumot, a megszentelt könyvet a svéd király kezébe adja. Ezt nem akarta megtenni. A köpenyében rejtegetett kincs ott is marad nála. S mert bántotta a lelkiismeret, Tornafeldet kezdte szidni, beleveszekedett, mintha még mindig együtt járnának. Hallgass, te nyavajás, mormogta bosszúsan, mindig jártatod a szádat, koptatod a nyelvedet, kapkodj legyeket a szájaddal, de engem hagyj békén, hogy én a svéd sereghez menjek, testvér. Ha bolondot akarsz, keres magadnak, van az országban elég, aki verekszik a csörgős sakkáért. Én fügyülök a királyodra, ha kell neki ez a szent kincs, jöjjön érte, én bizony a kedvéért nem rongyolom el a cipőmet. A cipőm drága, 5 újon vettem, a király bizony nem tisztel meg újjal. A király takarékos, azt mondják, seregében minden kapát és ásót számon tart, hogy egy se vesszen el. A tolvaj megállt és szusszant egyet, mert az út hegynek vezetett. Aztán tovább mentében ismét a távoli Tornafeldhez kezdett beszélni, és most szelídséggel próbálkozott meg. Neved rossz néven, drága testvérem, mondotta, de Isten a tudója, csak agyas a természeted. A svéd sereghez akarsz küldeni. Mi várott rám? 4 krajcár egy napra, hideg, éjség, verés, kemény munka, fáradtság, verekedés, szidalmak és szemtelenkedések, Isten verte keserves élet. Elég soká ettem már árpalevest, őrölt borsószalmából készült kenyérrel, most már teli tálakat szeretnék látni. Eljött az én időm is. Testvér, nálam van az árkánum, és meg is tartom. Kivenné el tőlem? Hogy megesküdtem, azt mondod? Arról nem tudok semmit. Ki hallotta? Senki fia nem hallotta. Na, hol vannak a tanúi? Nincsenek? Álmodtál, testvér, nem tudok én semmiféle esküről. Mi az? Hogy gonosztevő, bestelen gazember vagyok? De most már elég volt, fickó, már látom, kénytelen leszek úgy eldöngetni téged, hogy a bordád is ropogjon belé, különben nem nyugszol meg. Csak még egy szót, fickó. Elhallgatott, fülelni kezdett az éjszakában. Egy ló horkantását hallotta. A dragonyosok. Nesztelenül lesiklott a földre, aztán óvatosan, csikalassúsággal mászott előre a bozótban. Tornafeldre nem gondolt tovább. Azt örökre kiverte fejéből. Mire pirkadni kezdett, a tolvaj már a rókajukban volt. Egy erdei tisztáson megpillantott egy félig romba dőlt szénégető kunyhót, ajtaja előtt fekete lengyel kabátot viselő férfi őrködött, 2 kezében tartott muskétával. Az ajtófélfán lenyúzott nyúl lógott. A kunyhó előtt 2 tűz égett, cikázó fénysávokat vetve a megfagyott földre, és a tüzek közt hevertek a fekete ibic emberei, és köpenyükbe burkolózva aludtak, mert a kunyhó kicsi volt, és csak kevesüknek adhatott födelet. A bandának még 2 tagja volt ébren, ezek húsdarabokat tűztek a késükre, és a tűz felé tartották. Egy vén, agyonhajszolt gebe az egyik fához kötve abrakolt, a fejébe húzott tarisznyából. A tolvaj egy darabig a fák mögött lappangott. Az egyik alvó megmozdult, pálinkát kért, és káromkodni kezdett. A kunyhó előtt őrködő ember muskétáját az ajtóhoz támasztotta, és dörzslögette fajtól meggémberedett kezét. A tűz mellett ülők leszették a húst a késről, és nyelni kezdték a falatokat. Adja Isten egészségetekre, mondta a tolvaj, és előlépett a sötétségből. Egyetek csak! Kívánom, hogy jól essék, testvérek, és el ne égesse a szájatokat. A 2 ember rábámult. Egyik felugrott, és nagy nehezen lenyelte a szájában lévő falatot,
Ijedtében és erőlködésében majd kiugrott a szeme. Ki vagy? Nyögte ki végre. Átengedtek az őrseink? Honnan jössz? A dragonyosoktól? Kezdődik a tánc? Az ajtó előtt álló ember felkapta muskétáját, és elkésve kiáltotta be az erdőbe. Állj, ki vagy? Jó barát, felelte a tolvaj. Nem a dragonyosoktól jövök. Hallottam szorongattatásotokról, és azért vagyok itt, hogy segítsek rajtatok. A tűz mellett ülő férfi közben le nem vette szemét a tolvajról, most felállt, és így szólt. Ismerlek, a kakassúvasztó vagy, országjáró csavargó. Minek jössz ide, és hogy mersz ilyen hegyként beszélni? Én is ismerlek téged, jelentette ki a tolvaj. Nyaktakergetőnek neveznek. Magdeburgban ültél a hűvösön. Igen, én vagyok nyaktakergető, mondta a rabló. Ez pedig itt a megkeresztelt Jónás. Most pedig beszélj, micsoda rossz szél vetett ide. Azért jöttem, hogy segítsek rajtatok, mert nyakig ültök a nyomorúságban, felelte a tolvaj. Mellétek akarok állni, ha rajtatok üt a zsiványbáró. Mellénk akarsz állni? Kiáltotta éles kacagással a nyaktekergető. Szamár, úgy estél bele a szerencsétlenségbe, mint a légy a forrókásába. A zsiványbárónak 100 dragonyosa van, mi meg 20 vagyunk, ló nélkül, mindössze 5 muskétával. Egy óra sem telik belé, úgy elfognak mindnyájunkat, hogy Isten legyen irgalmas nekünk. Hogy akarsz segíteni rajtunk? Elnye, de kétségbe esett gonosztevők vagytok. Egész bátorságotok az inatokba szállt, kacagott a tolvaj. Ha annyi dragonyosa volna a zsiványbárónak, ahány fűszál a réten, akkor se félnék tőle. Ha neki dragonyosai vannak, nekem vannak huszáraim. Hol a kapitányotok? Közben felébredt a többi rabló is. Föltápászkodtak, köréjük álltak, és bizalmatlanul csodálkozva néztek erre az emberre, akinek minden fegyvere egy bunkósbot volt, és szembe akart szállni a zsiványbáróval, meg a dragonyosaival. Huszáraid vannak, kiáltotta a megkeresztelt Jónás. Úgy hazudsz kölyök, hogy a Bábel tornya is elferdülne tőle. Ki hiszi el neked? Üssön meg a mennydörgős mennykő a huszáraiddal együtt. Hol vannak? Hova tetted őket? Akár hiszed, akár nem, nekem mindegy, felelte a tolvaj. Az erdőben hevernek, és várják, hogy értük menjek. Hol a kapitányotok, a fekete íbic? Azt hallottam róla, olyan legény, hogy az ördög sem bír vele. Azzal akarok beszélni. Ő majdnem ijed meg egy kis puskaporszaktól. A fekete íbic, mondta a nyaktekergető, szalmán hever a kunyhójában. Kiütéses láza van, és papírt kiáltoz, mert meg akar halni. Maró füst töltötte be a szobát, egy serpenyőből szállt föl, amelyben szurok és bodzafa égett. A fekete íbic szalmán feküdt, ide-oda dobálta magát és hörgött, és ám bár birkabőrbundát és piros papucsot viselt, mint a körkirály a kártyában, fekete szakállával és merész, kegyetlen vonásaival, még most is félelmetesnek látszott, amikor pedig a végét járta. Fiatal vöröshajú nő személy kuksolt mellette a földön egy szál ingben, és hólével megecettel dörzsölte a homlokát. A szobában volt a felcser is, meg a bandának egy másik tagja, Firebaum, a szökött barát. Ez a kettő eredménytelenül kutatott fel minden zugot a fekete íbic kincsei után. Feldúlták még a szalmát is, amin feküdt, és most lelkére beszéltek, hogy gyónja és bánja meg bűneit, mert remélték, hogy lázas állapotban elárulja nekik, hol rejtegeti a tallérjait. Annyira belemerültek ebbe a munkájukba, hogy észre sem vették a szobába lépő tolvajt. Kapitány, kapitány, nyögte a felcser, el kell menned innét, a halál már kitátotta rád a száját. Istennek trónja és szent törvényszéke elé kell állnod. Sok nehéz bűnnel haragítottad meg Istent, mondta Firebaum, és fölemelte és mellére tette kezét, mint a pap, aki a konfiteort imádkozza. Fogadd be szívedbe Krisztust, hogy a kegyelemnek kapuja kitáruljon előtted. De akármennyit beszéltek, hiába való volt. Íbic nem akarta meghallani, akárcsak a falnak beszéltek volna. A mellette kuporgó fiatal nőszemély kanalat vett elő, és egy kis muskotájbort próbált beadni a halálos betegnek.
A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret, kezdte újra prédikációját Feuerbaum. Hát egyetlen istenes szó sem fér ki a torkodon. Mi hasznát veszed a pénzednek, kapitány? Úgyis itt kell hagynod a világban, és nem viszel magaddal egyebet, csak bűneidnek terhét. E pillanatban a fekete íbic, talán a bortól, vagy talán, mert pénzről hallott, rövid időre visszanyerte eszméletét. Szemét fölvetette, és kezével a fiatal nő személy után kapott. Őzikémnek, kedvesemnek, lelkemnek nevezte. Aztán a felcsert kereste szemével, és megkérdezte. Hány óra felé járunk, felcser? Időd lejárt, kezdődik az örökkévalóság, felelte Feuerbaum a felcser helyett. Fordíts tekintetedet Isten felé, kapitány! A földön nincs kegyelem számodra, tüstént a halál hatalmába kerülsz, de Isten irgalmas, gyónjál azért, és vald meg bűneidet. Húst és tojást ettem bőjt idején, azzal kezdődött a bűn, még kisfiú koromban, mondott a halk siránkozó hangon a fekete íbic. Hanem a felcser meg Feuerbaum nem ezt akarták hallani. Loptál is, raboltál is, bűnös mesterséget folytattál, sok kincset hordtál össze, vádolta Feuerbaum, és közben mellét verte, mint a templomban, Sanctus közben. Az Isten szerelméért, kapitány, gondolj az üdvösségedre! Raboltam, loptam, folytatta gyónását a fekete íbic. A szegény ember verejtékéből és véréből éltem. És most gyóld meg nekünk, hová rejtetted a szegény ember pénzét? Kiáltotta Feuerbaum. Vald meg, amíg nem késő, és bánd meg bűneidet, különben testestől, lelkestől elvesztél, és örökre az ördögé vagy. Nem, gazember, a te kedvedért, nem, lihegte a fekete íbic. Inkább vigyen el az ördög, semhogy neked, te gazember. Fölegyenesedett, és most elhallgatott. Észrevette az ajtóban álló tolvajt. Lázas képzelődésében az ördögnek tartotta, aki azért jött, hogy elvigye őt. Itt van, itt van, kiáltotta. Miért nem őriztétek jobban az ajtót, ablakot? Itt áll az ördög, és meg akar fogni. A fiatal nő személy látta a tolvajt, és ilyettében földre ejtette a muskotályos kanalat. A felcser és Feuerbaum pedig egyszerre kiáltott fel. Ki vagy? Mit akarsz? Ezzel az emberrel, a kapitányotokkal akarok beszélni, szólalt meg a tolvaj, de ekkor a fekete íbic utolsó erejével fölemelkedett vackáról, és báránybőr bundájában, papucsban, ingadozó léptekkel indult feléje. Hagyjon békén az úr, kérte zavaros tekintettel, vacogó foggal. Éppen egy órája, hogy három miatyánkot imádkoztam. Jámbor ember vagyok, jámbor ember. Vannak itt elegen, gazember valamennyi. Miért választ az úr éppen engem? Halálos félelmében feltépte az ajtót, és kezével kifelé mutatott. Elegen vannak itt, vidd ezeket, tiéd valamennyi, vidd el innét, de engem hagyd békén. Azzal elvesztette eszméletét, és összeesett. A fiatal nő személy odavonszolta a szalmára, és törölgette homlokáról a verejtéket. A tolvaj még egy pillanatig csodálkozva állt ott, de aztán megfordult, kiment, és becsukta maga után az ajtót. Odakünn kinappalodott. A két tűz a kunyhó előtt kialvóban volt, halvány, hideg nap emelkedett a fenyőfák csúcsa fölé. A tolvaj szorosabban burkolódzott köpenyébe. Pillanatig a kunyhó felé fülelt, de odabenn csöndes volt minden. Aztán így szólt a körülötte álló rablókhoz. Hallottátok, kapitányjá tett maga helyett, és rám bízta, hogy elvigyelek innét benneteket. A rablók morogtak, nevettek, és egyikük felkiáltott. Hová akarsz vinni bennünket, te bolond? Talán a fordított világba, ahol a bolondok teremnek, és a borjú vágja le a mészárost? Nem tudod, hányadán vagyunk? Nem tudod, hogy nyakunkon a dragonyosok? Hogy meneküljünk el előlük? Lovunk sincs, gyöngék és fáradtak vagyunk. Majd illendően fogadjuk őket, mondta a tolvaj. Csak tartsatok ki bátran, ne féljetek semmitől. Úgy elbánunk velük, hogy egyik sem kívánkozik többet utánunk. Kapitány, kérdezte a nyaktekergető, honnan szeded ezt a bátorságot? Sem földről, sem fáról nem szedtem, felelte a tolvaj. Ide figyeljetek, árkánumot viselek a kabátomba elrejtve, és annak olyan ereje van, hogy nekem minden sikerül. Ha követtek engem,
Csak úgy hull majd nyakatokba a szerencse. Azt hiszem én is, jobb lesz, ha védekezünk, kiáltotta a nyaktekergető, akit már félig meggyőzött a tolvaj. Mert ha megadjuk magunkat a zsiványbárónak, rólunk is azt mondják majd, amit a szakács a cigányhalról. Egyik részt meg kell főzni, másik részt meg kell sütni. Akit fel nem akasztanak közülünk, annak tüzes bélyeget égetnek a homlokára, és élete folytáig a velencei gályákra kerül. Csak muskétánk volna elegendő, mondotta valamelyik a csoportból. Nem félnénk a zsiványbáró egész csapatától sem. Minek nektek muskéta? Kacagott a tolvaj. Többet ér egy jó vastag bot, az mindig talál. Figyeljetek ide, én a dragonyost nem tartom igazi katonának. Tud ört állni, sáncot hányni, árkot ásni, hidat verni, mestermódra bánik ásóval, kapával. De ha verekedésre kerül a sor, meglátjátok, gyávább, mint a vénasszony. S a te huszáraid? Kiáltotta a nyaktekergető. Huszárokkal hencegtél, hol vannak, hol késlekednek? Csak egy pillanatot kérek, mindjárt hozom őket, mondta a tolvaj. Előhúzta kabátja alól üres tolvajtarisznyáját, azzal eltűnt a bozótban és a fenyőfák között. Amikor visszajött, a tarisznya súlyosan megrakva lógott a vállán. Az előbb, amint az erdőn keresztül jött, nem messze ettől a helytől, egy udvasfában darásfészket fedezett föl, azt hozta most a tarisznyájában. Itt vannak az én kis huszáraim, mondotta, és a tarisznyát a tűzhely fölött remegő meleg levegőbe tartotta. Mindjárt megelevenednek. Olyan nótát énekelnek ezek a zsiványbárónak, amilyet még nem hallott életében. Halk zümmögés hallatszott. A fához kötött gebe fülét hegyezte, farát hányta, és el akart menekülni. Rablók megértették, mi a szándéka új kapitányoknak a darazsakkal. Vad buzgalom fogta el őket, valamennyien állni akarták a harcot a zsiványbáróval és dragonyosaival. Kezdték túlkiabálni egymást. Elbánunk velük, lefektetjük őket. Én magam végzek a zsiványbáróval. Úgy puskázunk rájuk, mint a vadkacsára. Közben az egyik rabló, aki ört állt, előrohant az erdőből, és jelentette, hogy több mint 100 dragonyos kétfelől közeledik a réten át. Ismét vad, össze-vissza kiáltozás kezdődött. Fegyverre, cimborák, itt az ellenség! Frissen felporozni a puskát, 3 golyóra tölteni. Talpra, induljunk eléjük! Ne a fejére célozz, hanem a derekára! Én a tömegbe célzok, akkor nem hibázhatok. Csend! Parancsolta a tolvaj. Cimborák, én előre megyek, előbb lesz még egy szavam a zsiványbáróval. Amikor azt mondom, hogy róka, jegyezzétek meg, ez a jelszó, akkor tüzeljetek, és akinek nincs muskétája, bottal vágja fültövön a dragonyosokat. Most pedig előre. Álljátok meg helyeteket becsülettel, s aki fél, maradjon hátra. Kapitány úrnak alázattal jelentem, mondta a nyaktekergető, közülünk nem marad hátra senki. Isten nevében, mondta a tolvaj, és vállára vetette tolvajtarisznyáját. Amikor a zsiványbáró az előőrs élén a ritka fenyvesen keresztül lovagolt, a reggel fakó, havas fényében látta, hogy a rablók, akiket elfogni készült, zárt csapatban közelednek feléje a rókajukhoz vezető erdei úton. És bár egy néhányan muskétát hordtak, mégis azt hitte, elszánták magukat, hogy kényre-kegyre meghódolnak, mert nem tudta, hogy új bátorságra kaptak. Megsarkantyúzta át fakó lovát, és oda akart nyargalni hozzájuk, amikor a magasból egy hang oda kiáltotta neki. Megálljon az úr! Ne nyargaljon tovább! Rossz vége lesz a dolognak! A dragonyos kapitány felpillantott, és magasan egy fenyőfa ágai közt megpillantott egy embert, aki úgy lógatta a lábát, mint a sehol a világon jobb helye nem lehetne, és kezében teli tarisznyát tartott. A zsiványbáró kezében felvont pisztollyal odalovagolt a fához, és felkiáltott. Gyere le, fickó, hadd látom, ki vagy, különben átjukasztom a bőröd. Minek mennék le? Jól ülök itt, kacagott a tolvaj. Forduljon vissza az úr, azt tanácsolom, és hordja el magát, mert okos ember nem jár arra, ahol lövöldöznek. Most ismerek rád, fickó, kiáltotta a zsiványbáró. Minden Isten teremtette gazember közt, te vagy a legkülönbb. Tudtam, hogy ehhez a bandához tartozol, de amivel tegnap adósod maradtam, azt ma megfizetem utolsó fillérig. Keresd ki azt a fát, amelyikkel lógni akarsz.
Az úr előre iszik a medve bőrére, gúnyolódott a tolvaj. Hallgasson rám az úr, javát akarom, retiráljon idejében, a gyors futás árt az egészségnek. Közben odaérkezett a dragonyosok fő ereje, és csoportosulni kezdett a zsiványbáró körül. Éppen ezt célozta beszédjével a tolvaj, zárt csapatban akarta látni a dragonyosokat. Egyikük odafaroltatta lovát a fatörzséhez, és felkiáltott. Gyere le, fickó, hadd húzom le a bőrödet, eladom 10 krajcárért a dobosnak. Lerázlak, emberke, kiáltotta egy másik. Vállamra kaplak, és megállás nélkül Magyarországig szaladok veled. Olyan bátrak és erősek vagytok, ti meg a kapitányotok, gúnyolodott a tolvaj. Miért engeditek, hogy a török még mindig Konstantinápolyban rezidáljon? Én csak egy ember vagyok mindnyájatok ellen, de azt mondom nektek, nem eszik a levest olyan forrón, mint ahogyan főzik. Ezer menykő, gyere le arról a fáról, kiáltotta türelmét vesztve a zsiványbáró. Olyan sürgős az úrnak, mondta nyugodtan a tolvaj. Nekem nem. Előbb hadd mondjam még ki a nyak és lábtörő áldást a lovaira. Elég, kiáltotta a zsiványbáró. Jobbra kanyarodj, szakadozz, rohamra készen, te pedig add meg magad, és gyere le, vagy lövök. Azzal felemelte pisztolyát, és megcélozta a tolvajt, miközben lovasai rohamra formálódtak. Akkor hát búj be, róka, mind utána, kiáltotta a tolvaj oly hangosan, hogy zengett belé az erdő, és e szavakkal megadta a jelt cimboráinak. A lövés eldördült, a golyó vállán találta a tolvajt, de ugyanabban a pillanatban a dragonyosok közé hajította a darásfészket. Eleinte csak halk surrogás, zümmögés hallatszott. A lovasok fülelni kezdtek, és nem tudták, mit jelent ez. Akkor az egyik ló hátulsó lábaira állva a magasba emelkedett, egy másik hirtelen félreugrott és kirúgott, csillogó patkója megcikázott a levegőben. Káromkodás, haragos felkiáltás, a megrúgott lovasok feljajdulása, és egy pillanatig hallatszott még a zsiványbáró hangja, aki látta, mi következik, és oda kiáltotta embereinek. Széjjel, egy sorba! De akkor már a pokol szabadult el körülötte. A csoport közepén álló lovak ki akartak törni, mert a darazsak rájuk támadtak. Felágaskodtak, hanyat bucskáztak, és rázuhantak a nyerekből kiesett lovasokra. Leírhatatlan lárma töltötte be az erdőt. Lónyerítés, jajkiáltások, káromkodások, veszekedő hangok, vezényszavak, amikre senki sem hallgatott, muskéta és pisztolylövések, és ennek az egész lármának visszhangja. A rendezett lovas csapat, lótestek, paták és kiáltozó, nyögő, káromkodó emberek tömkelegévé változott. Az emberek belekapaszkodtak a lovak sörényébe, vagy lógtak a kengyelben. Puskacsövek, hadonászó kardok, üres levegő után kapkodó kezek, eltorzult ábrázatok, és ebbe a vad összefisszaságba csaptak bele a rablók puskagolyói. Itt nem lehetett megállni, nem lehetett parancsolni. A lovak szétfutottak, s lovasukkal vagy anélkül száguldoztak bozóton, gyökereken át a ritkás erdőbe. Csak néhány dragonyos próbált meg talpra állva újra formálódni, ezekre bottal, puskatussal támadtak rá a rablók. A zsiványbáró végre meg tudta fékezni a lovát. Megfordította, és segítségére akart sietni az embereinek, de késő volt már, a rablók szétkergették őket. Látván, hogy ma már elvesztette a csatát, káromkodva sarkantyúba kapta a lovát és elnyargalt, a tolvaj pedig a fa tetejéről gúnyos búcsúszót küldött utána. Minek vágtat az úr búcsú nélkül olyan eszeveszetten, még tönkre találja tenni a lovát? Szabad volt az út. A rablóknak nem volt egyéb dolguk, csak össze kellett fogni a gazdátlan lovakat, és felpattanni rájuk. A tolvaj lassan lesiklott a fáról, és megállt a törzsének támaszkodva. Sebe fájni kezdett, a vér átszivárgott ingén kabátján. Valahol messze gyülekezőt fújt a zsiványbáró trombitása. A széttaposott havasföldön vértócsák, sebesült dragonyosok, vonagló lovak és szétszaggatott nyerekszerszám közt hidegtől megdermedve hevertek a nap igazi győztesei, a darazsak. Amikor aztán a rablóhadnak elég lova volt már, nyerekbe ültek, föltették sebesült kapitányukat is, és nagy újongással, kalaplengetéssel vonultak vissza a rókajuk területére. Amint a szénégető kunyóhoz értek,
A felcser már ott állt az ajtó előtt, és nagyot nézett, hogy cimboráit lóhától látta közeledni. Mirákulum, kiáltott fel. Hát ti itt vagytok, sose ittem volna. Azt gondoltam, úgy látjuk viszont egymást, mint az egyszeri farkas a rókát, a szűcs rúdján lógva. Most szálljatok le, iszunk egyet, aztán elő az elsőt kapát, a fekete íbic meghalt, el kell temetni. A tolvaj felemelkedett a nyerekben, és így szólt. Mondjunk el érte egy mi atyánkot, meg egy Ave Máriát, aztán Isten nyugosztalja, több időnk nincsen, mennünk kell innét. Aki velünk akar jönni, üljön mögénk a lóra, aki maradni akar, maradjon. És amikor emberei morgolódni kezdtek, rájuk kiáltott. Én vagyok a kapitányotok, a ti dolgotok, az engedelmesség. A zsiványbáró összeszedi az embereit, és új támadásra készül. Mennünk kell. Láttátok, milyen gyorsan forog a szerencse kereke. Délfelé megálltak egy korcsmánál, amely nem volt messze a lengyel határtól. Itt biztonságban érezték magukat. A tolvaj lázasan hevert a szénapadláson, a felcser bekötötte a sebét, a nyaktekergető ott maradt mellette. Új cimborái odalent ültek az ivóban, nyakalták a lengyel pálinkát, és úgy zajongtak, hogy mérföldnyire elhallatszott. Kapitány, mondta a nyaktekergető, aki a szalmában kuporgott a sebesült mellett. Olyan nagy a baj, úgy nyögsz, mintha a lelkedet akarnád kiadni. Igen, sok vért vesztettem, mondta gyönge mosolyjal a tolvaj. Meglehetős rosszul vagyok. Ha rosszabbul volnék, alig hanem meg kellene halnom. De nem akarok meghalni. Meg akarom kaparintani a szerencsémet, és még ha az ég boltjára van láncolva, akkor is lehozom. Megpróbált felülni, de visszaroskadt a szalmára. Nagy eszemiszom van odalen, mondotta. Úgy zajonganak ezek, mint tavasszal a békák, de a dínom dánomra eljön a szánom bánom. Nem látják a hóhér kötelét, kerekét. Mennünk kell. Mondd meg nekem mindegyiknek a nevét, meg hogy mit tud, aztán én is megmondom neked, melyik jöjjön velünk, és melyik maradjon. Engem ismersz, kezdte jelentését a nyaktekergető. Én vagyok a nyaktekergető. Téged ismerlek, hagyta helyben a tolvaj. Társam voltál a magdeburgi börtönben. Ott őrült borsószalmából sütötték a kenyeret. Te velem jössz. És jó cimborád maradok, fogadkozott a nyaktekergető, amíg lelkemet ki nem adom, és testemet hideg földbe nem kaparják. Tovább, tovább, sürgette a tolvaj. Mondd a következőt. Hogy hívják? Mit tud? A ferdeképű Mihály. Akkor lehet használt venni, ha verekedésre kerül a sor. Lövésben, vívásban, szúrásban három mással fölér. Lövés, vívás, szúrás, abból csak baj lesz, morvogta a tolvaj. Ez nem kell nekem. Elbocsátom. A sípos, folytatta a nyaktekergető, az jól tud futni, kutyával, nyullal versenyez. Hát fusson, amerre lát, én nem tartóztatom, döntött a tolvaj. Takarj be szalmával, kutyául fázom. A bolond Máté, folytatta a nyaktekergető, a karddal kell vagdalkozni, ő a legkülönb. A tolvaj gondolatai elkalandoztak. A sebre való ráolvasás, bárcsak tudná. Ismét erőt vett rajta a fájdalom. Úgy érezte, hogy vérével az élete is elfolyik. Van egy ráolvasás, annak olyan varázsereje van, hogy elállt tőle a vérzés, de sehogy sem jutott eszébe, hiába gyötörte az agyát, nem találta a szavakat. A bolond Máté, ismételte a nyaktekergető, az nem ismer félelmet. Minden visszavonulást fedez. Hallod, amit mondok, kapitány? Hallom, mondta vacogó foggal a tolvaj. Ha félelmet nem ismer, akkor nem ismeri az óvatosságot sem. Menjen útjára. Nincs szükségem rá. A bagoly, folytatta a nyaktekergető. Annak nem kell az álom. Egy hétig is kibírja ébren. Mit csináljak vele? Morogta a tolvaj. Nincs senkit, aki kulcsokat tud forrasztani és reszelni, meg zárakról viaszlanyomatot készíteni? Firebaumnak, mondta a nyaktekergető, semmiféle zár nem túlságosan erős vagy túlságosan ravasz. Akkor velünk jöhet, határozta el a tolvaj, és halk nyögéssel azt mondta magában. Jaj, hogy szúr, hogy éget, csak el ne üszkösödjék a seb. Vejland, folytatta a nyaktekergető, annak olyan a füle, mint a rókának, 3 órányiról meghallja a lónyerítést, 2 órányiról a kutyaugatást és kakaskukorékolást,
egy órányiról az emberi szót. Ez jó lesz kint vigyázni, jelentette ki a tolvaj. Magammal viszem. Aztán ónöntő János, hogy el ne felejtsem, mondta tovább a nyaktekergető. Olyan erős, hogy minden ajtót feltör, ha a vállát neki feszíti. Nem közénk való, mondta a tolvaj. Csak lármát csinál, és én a lármát nem szeretem. Jobbat nem tudsz? Itt van a brabanti. Az szempillantás alatt át tud változni parasztá, fuvarossá, boltossá vagy diákká. Ez kell nekünk, mondta a tolvaj. Jó hírszerzőnek mindig használt lehet venni. Franciául is tud parlírozni, tette hozzá a nyaktekergető. Ez az igazi nekem való ember, kiáltotta a tolvaj. Megtanulom tőle, hogy nemes embernek is megálljam helyemet a világban. Nemes embernek? Kérdezte elcsodálkozva a nyaktekergető. Mit beszélsz? A láz vette el az eszedet? Nem, eszemen vagyok, felelte a tolvaj. Egy szóval öten vagyunk, ennyi elég is. Erígy le, és mondd meg annak a háromnak. De hát a többiek? Kiáltotta a nyaktekergető. Kláprod, Afron, a Vörös Konrád, a Felkötött Ádám, a Megkeresztelt Jónás. Megfogadtuk, hogy összetartunk, és nem hagyjuk el egymást. Nincs jussod a kapitányod szavába vágni, utasította rendre a tolvaj. Hallgatni és engedelmeskedni, ehhez van jussod. Hogy egymásnak mit fogadkoztatok, az a ti dolgotok. Nem az enyém. Nem akarok sok ember, nem akarom, hogy csapatosan járjunk, mint télen a varjak. Öt új van a kézen, hogy markolni tudjon. Miért nincs hat, hét vagy tíz? Ha megosztozásra kerül a dolog, akkor öt ember is sok. Hallgatott és nehezen lélegzett, mert fárasztotta a beszéd. De amint a nyaktekergető meghallotta, hogy osztozásról van szó, támadt valami gondolata, és ezt nem akarta magába folytani. Tudok itt a közelben egy gazdag parasztot, szólalt meg. Rengeteg sonka van a kamrájában, tojás is, zsír is, a pincéjében bor, a ládájában pénz. Nem, mondta a tolvaj, és láztól gyötörve vetette magát a másik oldalára. Nem akarom parasztok szekrényét, ládáját feltörni. Nem akarok falu helyen rabolni, gyújtogatni. Ne zavarjátok munkájában a szántóvető embert. Hát úton álló akarsz lenni, és fuvarosokat megtámadni? Kérdezte a nyaktekergető. Nem, az sem. Más jár a fejemben. Nyögte a tolvaj, és a sebéhez kapott. A papok házából akarom elszedni az aranyat. Az aranyat a papok házából? Aranyat, ezüstöt, templomból és kápolnából, magyarázta a tolvaj. Úgy érzem, mint a kiáltozna utánam, hogy vegyem el. Inkább a mennykő üssön meg, mint hogy ilyet cselekedjem, mondta elszörnyedve a nyaktekergető, hiszen az halálos bűn, Isten megrablása. Figyelj, hegyezd a füled, elmondok neked valamit, suttogta a tolvaj. Minden, amit a földön látsz, istené. A papok házában lévő arany és ezüst istené, és istené is marad, akkor is, ha a mi tarisznyánkba kerül. Én amondó vagyok, hogy jó cselekedet a pihenő kincset kivinni az emberek közé, de ha bűn, amint te mondod, akkor tudd meg, valamiképpen kabátot nem varhatsz rőf és olló nélkül, és házat nem építhetsz kőműves és ács nélkül, azonképpen nem juthatsz jó sorba sem bűn nélkül. A nyaktekergető buzgó bólogatással jelezte, hogy megértette, és egy véleményen van már a kapitánnyal, a tolvaj pedig így folytatta. Erígy le, és mondd meg annak a háromnak, hogy legyen készen. Éjfélkor lóra kapunk, nekem pedig szerezz egy taligát, hogy szalmán heverhessek. A nyaktekergető lement a lépcsőn, és akkor egy szalmarakás mögül előkerült a Vörös Liza, aki mindent hallott. Kapitány, mondta könyörögve, vigyél magaddal, és én úgy szeretlek, mint a tulajdon szívemet. A tolvaj fölvetette a szemét. Ki vagy? Kérdezte. Nem kell lesz nekem. Vörös a hajad, és én se a vörös kutyát, se a vörös macskát nem szeretem. A Vörös Liza vagyok, a fekete íbic őzikéje. Meghalt, és most egyedül maradtam a világon. Vigyél magaddal? Az őzike nem járhat együtt a farkasokkal, suttogta a tolvaj. Én együtt tudok járni velük, mondta a leány. Vigyél magaddal, minden munkát elvégzek körülötted. Tudok fonni, főzni, mosni, lanszó mellett énekelni, nyúlirhából meleg kesztyűt varni. Sebeidre pedig írt készítek,
ezer jó fűből, útilapúból, tormalevélből, örökzöldből. Aztán van egy virág, ördögharapásnak hívják, egy lat ebből, és három lat piros virágú árvacsalán. Csak el ne üszkösödnék a sebem, nyögte a tolvaj. A manókat, akik a sebet elüszkösítik, elküldöm a pusztába, vízbe, lyukasfa odvába, tudom a ráolvasást, fogadkozott a vörös Liza. A tolvaj ránézett, és lihegve, hörögve mondta. A ráolvasást, ha tudod, mondd el, akkor elviszlek magammal. A ráolvasást, az Isten szerelmért, hadd hallom. A leány gondolkodott egy pillanatig, aztán énekelni kezdett. Jézus Krisztus körbejár, jajgat az egész határ, sír a fű és sír az ág. Nem, szakította félbe a tolvaj, ez nem az igazi, mondd a másikat, az igazit. A másikat, ismételte a vörös Liza, azzal rátette kezét a vérrel átitatott kendőre, amelyel a seb be volt kötve, és halkan énekelni kezdett megint. Három virág nő a réten. Igen, ez az igazi, liegte a tolvaj. Énekel tovább, énekeld végig. És az őzike énekelt. Három virág nő a réten, Isten parancsára. Egynek piros, a másiknak fehér a virága. Harmadiknak neve, Isten akaratja. Állj meg, vérzés, állj meg! Állj meg, vérzés, állj meg! Suttogta a tolvaj. Szemét behunyta, és úgy érezte, mintha a fájdalom kihúzná sebéből irgalmatlan hegyes körmeit, és súlyos, lassú száncsapásokkal tova repülne. Erőt vett rajta a fáradtság és az álom, a mély, álomtalan álom. Lélegzete megnyugodott, és az őzike a szalmában odabújt hozzá. Több mint egy esztendeig tanyáztak a templomrablók az Elba és a Visztula közt elterülő országokban, Pomerániában és Lengyelországban, Brandenburgban és Neumarkban, Sziléziában és a Lasuci hegyekben. Ezeken a tájakon mindig sok volt a gonosztevő, de soha még tolvajkéz nem merészelt Isten szent jószágaihoz nyúlni, a legsúlyosabb háborús nyomorúság idején sem. Nagy volt az elszörnyedés, hogy íme most ez is másként fordult. Eleinte azt hitték, száznál is többen lehetnek a rablók, akik az ország minden részében dolgoztak, fosztogattak, és meggyalázták a szent helyeket. Na, amikor aztán kiderült, hogy egyetlen banda követi el ezeket a gonosztetteket, és az is mindössze 6 főből áll, akkor híre kerekedett, hogy a templomrablók varázslatos módon tudnak látaratlanná válni a veszély pillanatában, és ezért nem csoda, hogy a zsiványbárónak sohasem sikerült egyetlen egyet is hatalmába keríteni, akárhogy utánuk vetette magát. Sokan mondották, hogy a sátán, Istennek örök ellensége, tulajdon személyében átkapitányul az élükre, hogy a templomokat és kápolnákat szentségeiktől megfossza. Az első, aki szemtől szembe látta ezt a kapitányt, egy Kríbe nevű kis sziléziai falu prébánusa volt. A falu bizonyos Nostic úr birtokához tartozott. A plébános egy májusi napon vecsernye után átment a szomszéd faluba, hogy megállapodjék a szatóccsal, akinek el akarta adni a mézét, mert mély tenyésztő volt. Amikor a szatóstól eltávozott, a zápor bekergette a kocsmába, és éjfél is elmúlt már, mire Krejbe falujába visszakerült. Amint a templom mellett elment, világosságot látott az ablakban, a szurok sötét éjszakában egy pillanatra láthatóvá vált az üvegre festett Szent György kék köpenyében, meg a sárkány, amely a falusi festő jóvoltából denevér szárnyú tehénhez hasonlított. A világosság tüstént eltűnt, de a plébános most már tudta, hogy emberek vannak a templomban, és ám bár volt ott néhány tekintélyes értékű tárgy, egy majdnem embermagasságú nehéz ezüstfeszület, meg egy elefántcsont Madonna kép arany koronával, mind a kettő Nostic urán fogadalmi ajándéka, aki 4 esztendővel ezelőtt himlőben szenvedett. Mindazonáltal a plébános pillanatig sem gondolt a templomrablókra, hanem csak arra a 2 mézes hordócskára, amelyeket a füstölő serpenyőket a fújtatóval és egyéb méhészerszámokkal együtt a sekrestében tartott elzárva,
mert ezt vélte egyedül biztos helynek a faluban. A templom ajtaja zárva volt, s a plébános elment a kulcsért, örvendezve, hogy végre tetten érheti a méztolvajokat. Azután ajkán mennydörgő szózattal, kezében viaszgyertyával belépett a templomba. A gyertyát elfújta egy szélroham. Még néhány lépést tett a sötétben, ekkor tolvajlámpa fénye esett az arcára, végig siklott reverendáján egészen a lábáig, és egy férfit látott maga előtt, aki rászegezte pisztolyát. Ajkán elhalt a mennydörgő szózat, és vélelmében nem telt ki tőle egyéb, csak egy elsuttogott: dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindöröké, ámen, tisztelendő atyám, mondta igen udvariasan az előtte álló ember. Sajnálnám, ha megijesztettem volna. Meginvitáltam magamat, ám bár nincs szerencsém ismerni a tisztelendő urat. Csak most vette észre a plébános, hogy az ember álarcot visel, és tisztában volt azzal, hogy valamelyik templomrablóval beszél. Ilyettében a szívöverése is elállt, s miközben még az álarcra bámult, hirtelen kinyílt a sekrestye súlyos vasajtaja, és három ember lépett ki rajta. Arcukat kendőt akarta, kettő az ezüst feszületet hozta, a harmadik a Madonna koronáját, a plébános füstölő serpenyőjét, meg a tolvállámpát tartotta a kezében. Az Isten szerelmért, hogy lehet, hogy a vasajtó nem tudott nektek ellenállni? Nyögte egész testében remegve a plébános, mert az ajtó meg volt rakva reteszekkel és rulakkal, a kulcsot pedig éppen most vette elő a szekrényéből. Az álarcos ember leengedte a pisztolyt, és könnyedén meghajolt, mint a köszönetet akarna mondani a pap megtisztelő szavaiért. Aztán megszólalt: tudja meg, tisztelendő úr, hogy nekünk ez a vasajtó nem több, mint másnak a pókháló, nem zavar az bennünket. És társaihoz fordulva így folytatta: siessetek, nincs időnk, a tisztelendő urat sem akarjuk kelleténél tovább inkommodálni. A plébános látta, amint a feszületet, meg az aranykoronát eltüntették egy nagy zsákban. Tudta, hogy mint eszentségek őrizőjének kötelességgel ármát csapni, mordiót kiáltani, felszaladni a tronyba és félreverni a harangot, hogy mérföldekre meghallják. De féltette az életét. Így hát nem mozdult, nem csinált semmit, csak össze-összecsapta a kezét. Ezek a mi nagyságos urunk fogadalmi ajándékai, sopánkodott. Ezekhez mertek nyúlni, Istennek adta, nem az embereknek. Nem, mondta tökéletesen nyugodt hangon a kapitány. Csak azt adta Istennek, amit gazdagságából a szegényeknek adott. Minden egyebet a világnak adott, és abból elveszem a magam részét. Amit cselekeztek, az a legsúlyosabb bűn, templomrablás, kiáltotta a plébános. Hozzá ne nyúlj ezekhez a szentségekhez, mert mélységes pokolra kárhozol mindörökre. Ne legyen olyan szigorú a bűnösökkel, tisztelendő uram, mondta a kapitány. Kész kezet mos, mert a bűnösök nem volnának, és bűn nem volna, kinek lenne papra szüksége. Most világosan látta a plébános, hogy ebből az emberből az ördög beszél, mert csak az ős hazug. Isten ellenfele zavarhatja meg az ember elméjét ilyen síma, ravasz és megáltalkodott beszédekkel. Hátrált egy lépést, sietve keresztet vetett, aztán elszörnyedt hangon mormogta: sátár, sátár, reszede, ami reszede! Mit beszél az úr? Kérdezte az álarcos ember. Nem értem a szavát, nem jártam iskolába, nem tudok deákul. Azt mondtam, hogy az ördög bújt beléd, kiáltotta a plébános. Az beszél a szájadból. Tisztelendő uram, mindenek előtt arra kérem, ne beszéljen olyan hangosan, mert meghallhatják, mondta csöndes gúnnyal a templomrabló. Ha pedig belém bújt az ördög, azt is az Isten akaratából és parancsára cselekedte, mert Isten parancsa nélkül még egy disznóba sem bújhatik az ördög, tessék megolvasni Máté evangéliumában. Megfordult és odalépett a társaihoz. A plébános utána nézett, fontolgatta, hogyan tudná leírni ezt az embert, hogy később felismerjék és elfoghassák. Jó nevésű, magasabb a rendesnél, mondta magában. Arca sovány, amennyire látni lehet. Csak álarcot ne hordana. Fürtös paróka, fehér szegélyű kalap, fekete-fehér prémes köpeny. Ennyi az egész,
személyleírásnak bizony nem sok. Közben a kapitány kivette egyik társa kezéből a füstölő serpenyőt, figyelmesen nézegette, aztán ismét odalépett a plébánoshoz. Úgy látom, tisztelendő uram, szorgalmasan méhészkedik, mondotta. Hány köpüje van, ha szabad kérdeznem? Három, felelte a plébános, magában pedig ezt gondolta. Keskeny keze van, mint a rangbéli embereknek, hosszú tolvaj ujjai, áll a símára borotválva. Aztán fennhangon folytatta. Házam mögött állnak a réten. Három köpű, ismételte a kapitány. Az 18 pint, vagy még több tavaszi mézet adhat. Csak 10,5 pintet adott, mondta sóhajtva a plébános. Az a három köpű után igen kevés, jelentette ki a templom rabló kapitánya. Pedig az idén olyan esztendő volt, amiért csak kívánhat magának a méhész. Nyáron hűvös szél, erős éjjeli harmat, hosszú és száraz ősz, havas tél. Mi lehetett a hiba? Keserves dolog ez, sopánkodott a plébános, akinek gondolatai ide-oda röpködtek az elrabolt templomi kincsek és a méhköpű közt. Vérhast kaptak a méhein. És nem tudod segíteni rajtuk? Nincs orvosság a vérhas ellen? Nincs, felelte szomorúan a plébános. Nincs. Mentire kell hagyni a bajt. No hát ide figyeljen, tisztelendő uram, mondta a templomrabló. Szétdörzsölt vadköményt, meg egy kis levendula olajat kell cukros vízbe tenni, azt adni italul a méheknek, az segít a vérhas ellen. Kipróbált szer. Megpróbálom, mondta elgondolkozva a plébános. De hol találok vadköményt? Itt a mirétjeinken sohasem láttam. És mi ezt fogjak a mézzel? Sehogy sem akar megtisztulni. Kétszer is átszűrtem, mégis zavaros maradt. Most egyedül voltak a templomban, mert a többiek odébb álltak a zsákkal. A kapitány fejét rázta. Ez a nedves levegőtől van, mondotta. A sekrestje nem jó hely a méznek, hiszen a víz csak úgy csurog a falakról. Tegye ki az úr a meleg napra. Hazám, csak a parasztok ne volnának, kiáltott fel a plébános. Tolvaj népség az, ott lopja a mézet, ahol találja. Csak a sekrestjében van biztos helye, mert annak van sajtaját jól megraktam retesszel, rudakkal. Azt tudom, mondta a templomrabló. Nagy baj, ha a parasztok tolvajg az emberek. Mindenki végezze a maga dolgát, és hagyja boldogulni a szomszédját is. No de most, Isten áldja, tisztelendő úr, nekem mennem kell. Beszélgetés közben fel és alá jártak a padsorok közt. Most megállt a pap. Sajnálom, mondta, hogy nem élvezhetem tovább az úrnak kellemes társaságát. Igen, megtisztelnek az úr barátságos szavai, felelte hasonló udvariassággal a templomrabló, azonban bocsánatot kérek, mert most már távoznom kell. Meghajolt a plébános előtt, elfújta a tolvajlámpást, és egy pillanat múlva eltűnt a sötétségben. A plébános ott maradt a templomban, és fontolgatni kezdte, hol is őrizhetni a mézet, mert csak ugyanúgy állt a dolog, hogy a sekrestjében csurgott a víz a falakról. Aztán, egy hosszú perc múlva, eszébe jutott, hogy most már életveszedelem nélkül fölmelt a toronyba, és félreverheti a harangot. De okosabbnak látta, ha titokban utána megy a rablóknak, és megnézi, merre fordulnak, és lóháton vannak-e. Csak aztán hívja össze üldözésükre a parasztokat. Hanem, mikor a templomból kilépett, a templomrablók már eltűntek, és bár holdvilág volt, nyomuk sem látszott sem erre. Mintha csak, így mondta egy óra múlva a riadt parasztoknak, mintha csak a toronyban tanyázó baglyoktól és hollóktól szárnyakat kaptak volna kölcsön. Azok az emberek, akiket balsorsuk rosszkor vezetett a templomrablók útjába, nem mindnyájan menekültek meg baj nélkül, a puszta ijegység árán, mint a krejdei plébános. Csirnauban, ez a falu a Glac nevű cseh grófságban, a Nisse jobb partján van, Szent Kilián napja előtt való éjjel az egyházfi a templomban érte a rablókat. Éppen távozni akartak a zsákmányukkal. Ebben a templomban, ahová az egész grófság parasztjai el szoktak zarándokolni, 4 ezüst karos gyertetartó került a kezükbe, mindegyik 6 font súlyú, aztán egy füstölő, egy tabernákulum, egy keresztelőkehely és 2 ostyatányér, ezek is mind ezüstből, egy súlyos aranylánc, egy darab aranyjal hímzett brokát,
és végül egy könyv Szent Márton pápa jó cselekedeteiről. De nem a jó cselekedetek kedvéért vitték magukkal a könyvet, hanem mert elefántcsonttal és drága kövekkel volt kirakva a kötése. Ez mind olvasztó istbe való, hallotta a templomba lépve az egyházfi, és először csak azt a rablót pillantotta meg, aki a tabernákulumot tartotta kezében, azután két másikat. Bátor ember volt, és tudta azt is, hogy a kocsmában ülnek még parasztok, és azok segítségére jönnek, ha meghallják a lármát. Mivel pedig más fegyvert nem látott, hát egy fa Kristófnak kezéből kiragadta a botot, és azzal fejbevágta az egyik rablót, akinek vörös haja a szemébe tűnt. A rabló női hangon sikoltott fel, és ekkor már hátulról megragadták az egyházfit, félkezével torkához kapott, kiáltani akart, de nem tudott, és elejtette a botot. És miközben a bot lekoppant a földre, a nyitott ajtóval megjelent egy férfi, akinek arca, éppen mint a többieké, posztódarabbal volt eltakarva, jelt adott, és így szólt. Egyedül van, senki sem jön utána, azért engedtem át. Ez volt az utolsó, amit az egyházfi hallott. Tüstént azután elvesztette eszméletét. Amikor ismét magához tért, a templom ajtaja előtt hevert a lépcsőn, keze lába összekötve, fájó feje kendőbe burkolva, szemes szája szurkos flastrommal beragasztva. Így találták a munkába induló parasztok, s a lépcsőn mellette hevert, két darabra törve, Szent Kristóf botja. Sokkal rosszabb vége lett annak a találkozásnak, amely egy fiatal cseh nemes úr meg a templomrablók közt egy kocsmában folyt le. Életébe került a nemes úrnak. A kocsma Brieg és Oppen közt volt az országúton, ott, ahol sűrű erdőn vezet keresztül az út, és ritkán akadt más vendége, mint cigányok, mindenféle züllött népek, mesterlegények, vagy legfőjebb egy-egy szatócs, aki hátán cipelte az áruját. A fiatal cseh gróf, aki házi tanítójával és egy lakállyal a Rostoki Egyetemre utazott, kénytelen volt egy éjszakán megszállni ebben a házban, mert utazó hintájának tengelye eltörött. Őszi éjszaka volt, szakadt az eső, amíg a kocsis a hintót próbálta rendbehozni, a fiatal gróf meg a házi tanító a kocsma szobájában vacsoráztak, és a lakály szolgálta ki őket. Fiatal sült kakast és palacsintát rendeltek, mert egyéb nem is telt ki a kocsmától. Vacsora után a lakály kiment, hogy a kocsisnak segítsen, s a házi tanító is visszavonult. Fáradt volt és le akart feküdni, a kocsmáros fenn a padlás szobában ágyaszadott meg a két előkelő vendégnek. Úgy volt, hogy a lakály a kocsma szobájában alszik egy padon, a kocsis az istállóban hál. Az ifjú gróf egy kancsó bor mellett ott maradt a szobában, nem egészen egyedül, mert a kocsmáros öreg édesapja egész idő alatt ott feküdt horkolva a patkán. Az eső csapkodta az ablaküvegeket, a kemencében pattogott a tűz, a konyhából behallatszott a serpenyők és tálak zörgése, a kocsmáros nén nürnbergi kolbász sütött a kocsisnak meg a lagálynak. Az ifjú gróf azon gondolkozott, vajon nem akadne-e a közelben valami úriemberféle, akivel egy parti lambrét játszhatna, mert lefeküdni korán volt még. És amint ott üldögélt, könyökét térdére, fejét a két öklére támasztva, kívülről lárma hallatszott, és úgy rémlett neki, mint a valamelyik embere, a kocsis vagy a lakály segítségért kiáltott volna. Fölkapta fejét és hallgatózott. Ekkor rémülettől halásápadtan belépett a konyhából a kocsmáros, de ebben a pillanatban fölpattant az ajtó, és egy parancsoló hang azt kiáltotta. Messiers, maradjon mindenki a helyén! Az ajtóban ott állt állarcosan a templomrabló, háta mögött feltűnt két cimborája, meg egy harmadiknak vörös haja. Az ifjú cseh nemes úr hidegvérrel maradt ülve a boros kancsó mellett. Azt gondolta magában, hogyha ezek valóban a templomrablók, akikről már annyi mindent hallott, akkor remélheti, hogy nem csak élete marad épségben, hanem az erszényében hordott 30 cseh arany is. Elhatározta, hogy vitézül megállja helyét ebben a találkozásban, hadd mesélhessen róla a Rostoki Egyetemen. S hogy még nagyobb bátorságra kapjon, négyszer egymás után gyorsan kiürítette a serlegét.
Eközben a kapitány belépett a szobába. Könnyedén meghajolt, kissé megemelintette a kalapját, tisztelkedett az előkelő vendég előtt. Aztán bort rendelt, és ezüst serlegből itta, amelyet egyik cimborája az úti tarisznyából húzott elő. A korcsmáros ott állt mellette, és minden tagja úgy reszketett, hogy szinte elejtette a boros kancsót. – Mit akartok itt? – nyögte ki nagy nehezen. – Tudod, hogy nem fogadhatlak be, nem adhatok szállást nektek. – Lári, fári, kotródj innét! – recsentett rá a kapitány. – Fuss a konyhába, és nézd meg, akad-e az embereimnek sült szalonna, kenyér, meg sör. Köpenyét egy szék támlájára vetette, és most viseltes, ibolya szint bársonykabátban, magas szárú csizmában állt ott. Cimborái a kemence közelében telepedtek le egy asztal mellé, csak a vörös hajú maradt a kapitány mellett. A vörös Liza volt férfi ruhában. A kapitány most ismét megemelte kalapját, és az ifjú nemes felé fordult. Szolgáljanak mentségemül a körülmények, hogy így hivatlanul jelentem meg itt, mondta nagy udvariassággal. De Lengyelország felől fagyos szél fúj, nem akartam, hogy az embereim az esőben fázódjanak. Egy kérdést engedelmével, szólt a nemes. Mi történt az embereimmel? Kiáltani hallottam őket. Aztán vegye le az úr az állarcát, hogy lássam, kivel beszélek. A templomrablók kapitánya egy pillanatig szótlanul nézte az ifjú nemest. Attól Isten kegyelme őrizze meg az urat, mondta aztán. A szolgái miatt pedig ne aggódjék, meghúzódtak a tehénistállóban, hanem az én embereim nem fogják restelni a fáradtságot, hogy méltóságodat mindenben kiszolgálják. És rámutatott két cimborájára, akik félrébb ültek asztaluk mellett. Az ifjú gróf csodálkozva látta, hogy a templomrablók kapitánya mennyire igyekszik szóban és mozdulatban a nemes embert játszani. Az erszényében lévő aranyag miatt okosabbnak találta, ha a veszedelmes ember udvariasságát hasonlóval viszonozza. Felállt tehát, és kalapját kezében tartva kérte a kapitányt, hogy jöjjön az asztalához, és igyék meg vele egy pohár bort. A templomrabló mintha habozott volna egy darabig, aztán így szólt. Az úrnak nagy udvariasságára csak azt válaszolhatom, hogy erre a tisztességre nem érzem méltónak magamat. Mindamellett, ha az úr úgy akarja, szívesen megiszom egy pohárral az egészségére. De ahogy hármasban ültek a nemes úr asztalánál, elsőnek a vörös Liza emelte föl poharát, és az ördög egészségére ürítette, mert ezt már így szokta meg a fekete íbic idejében. Most tisztességes társaságban vagy, utasította rendre a kapitány. Hagyd a káromkodást! A demazel, kezdte a társalgást a nemes úr, férfi ruhát és kardot visel. Így szokták ezt erre felé? Nem, mondta a kapitány. Férfi ruhát azért visel, mert abban könnyebben esik a lovaglás, hanem a kardnak hasznát tudja venni, s a kirántja hüvelyéből azért teszi pour se battre bevament et pour donner de bons coups. Én is voltam Párizsban, jelentette ki a nemes úr, bokáját összecsapva és sarkantyúját megcsörrentve. Láttam a Louvre-t és a király újonnan épült palotáját. Én nem, mondta a kapitány. Én attól a cimborámtól tanultam franciául, az úgy beszél, mint a vízfolyás. És válla fölött a brabantira mutatott, aki a nyaktekergetővel a másik asztalnál ült, és sült szalonnát evett. És éjszakára is itt marad az úr, ebben a házban? Kérdezte az ifjú nemes, hogy a társalgás el ne akadjon. Nem, válaszolta templomrabló. Hamarosan tovább kell mennem, dolgom van itt a közelben. Akkor iszom a vállalkozása sikerére, mondta a nemes úr. Azt ne tegye, szólt a kapitány. A halásznak nem szabad szerencsét kívánni, mert akkor nem sikerül a halászat. Márhogy ne sikerülne, avatkozott a társalgásba a vörös Liza, hiszen nálad van az árkánum, az legyőz minden akadályt, a legnehezebbet is. Hallgass, szólt rá bosszúsan a templomrabló. Sokat beszélsz. Hányszor mondtam már neked, amit a szád elfecseg, a nyakad fizeti meg. És az ifjú nemeshez fordulva így folytatta. A javaim szét vannak szórva az országban, sokat kell erre-arra lovagolnom, amíg összeszedem. És mi fajta foglalkozása van az úrnak, ha szabad kérdenem? Szólalt meg ismét a nemes úr. Ki fogja találni, ha annyit mondok, hogy országszerte
templomrablónak neveznek, mondta tökéletesen nyugodt hangon a kapitány. A nemes úr fölpattant, teljesen megfeledkezett az udvariasságról, mert bár kezdettől fogva tudta, kivel beszél, mégsem tetszett neki, hogy ezt így egyenesen a szemébe mondják. Nekem mondod ezt, kiáltotta, és öklével az asztalra csapott. És nem szégyeled magad? Nem én, felelte nyugodtan a templomrabló. Ha az Úristennek úgy tetszett, hogy azzá tegyen, ami vagyok, hogyan lázadhatnék föl én a porszem az ő akarata ellen? Akkor az is tetszeni fog Istennek, hogy előbb vagy utóbb fölakasztasson, vagy kerékbe töressen, mondta a nemes úr, akinek most kezdett fejébe szállni a bor. Ez lesz a vége. Az nem bizonyos, ellenkezett a templomrabló. Dávid is nagy bűnös volt, és halála előtt mégis nagy tisztességbe helyeztetett. Életemre mondom, ebben valami csalás van, kiáltotta bosszúsan a nemes úr. Ne szédítsd a fejemet azzal a Dáviddal, de azaz egy igaz, magam is sokszor gondolkoztam rajta, miért nem teremtett az Isten minden embert kereszténynek? Miért van annyi török meg zsidó? Itt valami nincs úgy, ahogy kéne. Talán nem akarja az Isten, hogy túlságosan sok ember kerüljön a mennyországba, adta eszére a kapitány. Úgy gondolom, hogy Isten az embereket szívesebben látja messzire magától lenne pokolban, mint maga mellett a mennyországban. Hiszen mi ott várhatna tőlük? Mikor még csak négyen voltak a világon, már agyon verték egymást, és odafön sem cselekszenek majd másképpen. Ne prédikálj, mondta a nemes úr, hanem azt tudod, úgy-e, hogy a fejedre 10 000 birodalmi tallér van kitűzve, és aki élve fog el, nemesi birtokot kap. Igaz, ismerte el a kapitány, de tudja meg az úr, hogy sehol sem fürgébb a nyúl, mint ahol üldözik, s azt a lépet még nem főzték meg, amelyiken én rajta ragadok. Honnan tudod? Kiáltott fel a nemes úr, akinek fejében vadul kezdett zakatolni a bor. Megismerlek, ha még egyszer meglátlak, véged van! A fejed fölött úgy lóg a hóhér bárgya, mint valami régi király kardja, akinek elfelejtettem a nevét, de a házitanítom tudja, ott fönn alszik a padláson. Ördögbe is, miért nem akart lombrét játszani, most hárman volnánk? Azt gondolja az úr, kérdezte elgondolkodva a templomrabló, hogy rám ismer majd? De aztán pár lesz angdelegyő, jelentette ki a nemes úr. Két cseh aranyba fogadok veled, hogy rád ismerek. Két arany nem sok, mondta a kapitány. Tartom a fogadást. Akkor már enyém is a pénz, mert jó arcmemóriám van, kiáltotta nevetve a nemes úr, és az asztal fölött villámgyorsan a kapitány képéhez kapott, s a következő pillanatban kezében tartotta a fekete posztóból készült állarcot. Hirtelen csönd támadt a szobában, csak a nyaktekergető kése hult csörrenve a tányérjára. A kapitány felállt. Vakmerő arca, melyet sohasem akart megmutatni, halavány volt és még halványabbra vált, de izgalom nem látszott rajta. Az úr dicsőségesen megnyerte a fogadást, mondta mosolyogva. Itt a pénz. Két aranyat vett elő a zsebéből, és az asztalra dobta. A nemes úr fölvette, és tenyerén tartotta. Ahogy ott állt, mintha hirtelen kiózanodott volna, és kissé megijedt volna a merészségétől. Mivel azonban ideje elbúcsúznunk, folytatta a kapitány, hiszen egyikünk elmegy, másikunk maradni akar, azt hiszem, megijatnánk előbb még egy utolsó pohárral a barátságunk kedvéért és búcsúzásul. Fölemelte serlegét. Egyenest a szívébe, az úr egészségére. És hosszú életére, mondta bizonytalan nyelvvel a nemes úr, és magasra lendítette, aztán ajkához vitte a porrat. Nem látta, hogy a vörös Liza pisztolyt tartott a kezében, és felporozta a serpenyőjét. A lövés ellördült, még mielőtt az ifjú nemes kiitta a poharát. Halk sóhajtással visszaesett a székébe. Arca elhalványodott, feje előre bukott. Tenyere szétnyílt, a pohár csörömpölve földre esett, s a két arany elgurult a szobában. A templomrabló egy darabig mozdulatlanul állt, és beszívta órán a puska porszagát, aztán állarca után nyúlt. Vajon tudta-e, hogy meg kell halnia? Kérdezte, s a halottra pillantott. Azt hiszem, utolsó pillanatában tudta, mondta a vörös Liza,
de én annyi időt sem engedtem neki, hogy Jézust kiáltson. Egyenesen a szívében, ahogy te parancsoltad. Kár érte, jókedvű fiú volt. De nincs még vége a dolognak, újra fel kell porozni a serpenyőt, mert még valaki van itt, aki látta az arcodat. És a pisztolya csövével az öreg emberre mutatott, aki fölébredt, és most bamba mosolygással ült a patkán. A templomrabló tüstént felvette az állarcot. Irgalmas Isten, kiáltott fel, hát egy nem volt elég. Mit csináljak ezzel az öreg emberrel? Ártatlanul került a dologba. Gyilkosa legyek? Tégy, amit akarsz, mondta a vörös Liza, de ha meg kell lenni, akkor ne várass soká a golyóra, mert a halálban a félelem a legrosszabb. Öreg ember, nyögte a kapitány, hogy legyek gyilkosa egy öreg embernek? Nem tudom megtenni, és azt sem tudom, mit évő legyek. Ha nem tudod rászállni magad, megteszem én helyetted, mondta a nyaktekergető, de adj pénzt a kocsmárosnak, a temetésre és halotti misére. Nem maradhat életben, döntött a kapitány, de nem könnyen teszem, Isten a tudója. Hívja valaki a kocsmárost. A kocsmáros bejött, látta a halottat és összecsapta a kezét, de amint meghallotta, hogy apjának is meg kell halnia, földre vetette magát, és kiáltozott, könyörgött, és öklével verte a fejét. Ez mind nem használ, mondta a templomrabló. Sajnálom, Isten bizony, de ennek így kell lenni. Eredj és búcsúzz el tőle. Mit vétett nektek? Jajgatott a kocsmáros. Irgalmazzatok, hát kőből van a szíved, nem fog rajta a könyörgés. Apám, ez az öreg ember, és megvásárolnám tőletek az életét, ha nem volnék olyan szegény, mint a templom egere. Nagy szerencsétlenség, mondta a templomrabló, akinek szívét facsarta a kocsmáros jajgatása, de most már megesett, nem segíthetek rajta. Látta az arcomat, amit máskülönben mindig állarc mögé rejtek, és nem hagyhatom itt élve, ha elmegyek. A kocsmáros felállt, oda nézett az öregemberre, aki a patkán ült, és úgy bámult maga elé, mintha nem tudná, mi történik körülötte. Hogy lehet az, kiáltotta, hogy látott téged, hiszen 12 esztendeje tisztára vak. Segíteni kell, hogy a kanalával a tányérba találjon. Te meg azt mondod, hogy látta az arcodat? Levetette magát egy székre, arcát kezébe temette, és vadul, rikácsolva nevetni kezdett. A kapitány egy pillanatig némán állt, aztán odament az öreghez, és hirtelen mozdulattal egyenesen az arca elé tartotta a pisztolyt. Az öreg meg sem moccant, a szobának egy sötét zugába bámult, egy izom sem rándult meg az arcán. Igazán vak, kiáltotta a templomrabló, és leeresztette a pisztolyt. Hála az égnek, hogy ettől megkímélt. Ne neves már, hadd éljen, örülök neki. Most pedig lóra, nagyon is sok időt vesztettünk. A kocsmáros még mindig ott ült a széken, és nevetett. Amint a templomrablók ellovagoltak, a kocsmáros visszament a szobába, és ott találta apját, aki négykézlen mászkált a padlón. Láttad az arcát? Kiáltott rá a kocsmáros. Állj fel és beszélj! Mit komédiázol? Nem vagy már vak? Most, hogy gazdag ember vagyok, mondta az öreg ember, lassan föltápászkodva a földről, nem osztozkodom veled, mert ételben, ruhában mindig szűkösen tartottál, nem úgy, ahogy illett volna. Gyakran mondtam már neked. Láttad? Ráismersz? Szakította félbe a kocsmáros. Nem, nem volt időm, hogy figyeljek rá, mormogta az öreg. Nem volt időd, riadt rá a kocsmáros. Az ördögbe, hogy értsem ezt? Nem, nem volt időm, hogy ránézzek, ismételte csökönyösen az öreg. Akkor ébredtem föl, amikor az ott összeesett. A halottra mutatott, és az aranyak végigurultak a padlón. A két arany most már az enyém, mert rajta volt a szemem, és erősen vigyáztam, hogy el ne veszítsem. Egyik ott tűnt el a sarokban, egy hasadékba esett, bizonyosan tudom. A másik ide gurult hozzám a patka alá, gyorsan rátettem a lábamat, és nem mozdultam. De mégis meg lehet, hogy 3 arany volt, keresni kell még. Hát a 20 lett volna is, te vén barom, kiáltotta a kocsmáros. Nem érted? Oda van 10 000 birodalmi tallér, ilyen alkalom nem kerül többe. Dühöngve csapta be maga után az ajtót, és ment az istállóból behívni a kocsist, meg a lakájt, hogy éjszaka virasszanak a gazdájuk fölött.
1702 tavaszán, Judika után való hétfőn csinálták utolsó vállalkozásukat a templomrablók. Bilics közelében akartak kifosztani egy templomot, amely híres volt a főoltár felett a falon függő, drága kövekkel kirakott nehéz feszületéről. A vállalkozás nem sikerült, mert a plébános az aranyfeszületet néhány héttel előbb a püspök tanácsára a Bilicsi kastélyban helyezte biztonságba, s a főoltár fölött most egy közepes munkájú, fából faragott Krisztus függött. Egy paraszt, aki fölkelt éjszaka, hogy beteg tehenét gondozza, meglátta a rablókat, amint üres kézzel másztak ki a templom ablakán. Elsúrant onnét, és úgy, ahogy volt, egy szál ingben szaladt Melchior von Baffron udvarába. Ott kiáltozni kezdett. Baffron uram, aki még ébren volt és a kártyaasztal mellett ült, fellármázta minden emberét, akit keze ügyében talált, vagy könnyen elérhetett, parasztjait, szénégetőit, szolgáit, összes vadászait. De a sereg összehívásával mégis elkésett. A rablók, mielőtt észrevették, hogy veszedelemben vannak, szokásuk szerint tüstént elszélettek a szélrózsa minden irányában, és mindegyik magában igyekezett elérni a lengyel határt. Így történt, hogy sehol sem bukkantak rá a bandára, holott minden utat végig lovagoltak, s a környék erdeit is bejárták. Csak egy vászonzsákot találtak, amelyet az egyik rabló gyors menekülése közben elvesztett. Ebben a zsákban kenyér és hagyma volt, egy zacskó durvasó, és azon felül néhány kendőbe burkolt, ijesztő nagyságú zápfog, alig hanem szent relikvia valamelyik kifosztott templomból. Másnap reggel megérkezett Trácsenberg városkából, ahol kvártélyon volt, a zsiványbáró néhány drakonyosával. 4 hónapja tért vissza Sziléziába, Magyarországról, ahol a török ellen küzdött, és tüstént fölvette a harcot a templomrablókkal. Nyomukban volt, mint a vizsla. Tombolni kezdett dühében, amikor meghallotta, hogy nem messze a lengyel határtól egy barna csukjás kolduló barátot elfogtak, és ismét elengedtek, mert tudta, hogy az egyik templomrabló némelykor ezt az állöltözetet szokta használni. Igaz viszont, hogy ő maga pirkadatkor szembe találkozott egy svéd futárral, aki börtösakjával Trássenberg felé lovagolt. Testvérnek titulálta a zsiványbárót, az svédül és franciául parrílozott vele, és egyáltalán nem tartotta gyanúsnak az idegent, mert ezekben a napokban Sziléziától Pomerániáig mindenfelé találkozott az ember a svéd király futáraival. Így folyt le a templomrablók utolsó vállalkozása, és sokáig nem hallatszott róluk semmi hír, míg végre, körülbelül úrnapja után való héten először bukkant fel a híresztelés, hogy vége a templomrablóknak. Állítólag valahol a lengyel erdőkben összevesztek a zsákmány felosztásán, és késsel, muskétával mentek egymásnak. 3 közülük halva maradt a helyszínen, a többi megugrott a zsákmányolt kincsen. A halottak közt volt a kapitány is. A híresztelés végigfutott az országon. A fuvaros útközben oda kiáltotta az aratóknak, a pap beleszőtte a prédikációjába, akadtak emberek, akik úgy tettek, mint a szemükkel látták volna a megölt rablók holtesteit. Mindenütt nagy volt az öröm, hogy a kározatos cselekedetek véget értek, a kapitány siralmas haláláról pedig nótát csináltak, kinyomtatták, és énekelték vásárokon és korcsmákban. De volt valaki az országban, aki nem akarta elhinni. A zsiványbáró volt az. Nevetett az egész histórián, és csalásnak nevezte. Azt mondta, a templomrablók maguk terjesztik ezt a mesét, hogy kapitányuk 3 láb mélyen el van ásva a földbe, azért, hogy ne keressék tovább, és nyugodtan élvezhesse a rablott kincseket. Égre földre esküdözött, hogy se éjjele, se nappala nem lesz addig, amíg a templomrablókat kapitányostól hóhérkézre nem juttatja. Hanem a templomrablókról senki sem hallott többé. Templomot, kápolnát nem támadtak meg, s a megmaradt klenódiumok csillogtak, ragyogtak az ablakokon beszűrődő fényben, a rablókéz nem nyúlt utánok. Odaállt Csehországban a 7 teleknek nevezett hegyek közt volt a templomrablók titkos szállása egy erdei kunyhóban, ott találkoztak utoljára. Kora reggel volt még, és erősen hideg. A szél
Befújt a hasadékokon és lyukakon, odakül szemerkélt az eső. Négy cimbora köpenyébe burkolózva hevert a szalmán, s vérasztástól égő szemmel bámult a szoba közepén csillogó kincsre, a tallérokra és dupla tallérokra, a kremnici és dancigi dukátokra, amiket a tavalyi esztendő zsákmányából cseh és lengyel földön Zug utcákban bujkáló orgazdáknál váltottak be. Egész éjszaka tanácskoztak, vitatkoztak, kiáltoztak, veszekedtek, mert nem akarták elengedni a kapitányukat. Úgy gondolkoztak, hogy még mindig nincs elég aranyuk, és mennyit szerezhetnének még mindenfelé az országban. Hanem a kapitány megmaradt az elhatározása mellett, hogy most már el kell válniuk, hiába való volt minden beszéd, minden ellenkezés. Olyan mesterséget folytatunk, mondotta, amiért végül mindenki kamatostul megfizet a tulajdon nyakával. Vigyázzatok, igenis sokat beszélnek rólunk az emberek. Innen már nincs messze odáig, hogy a hóhér kinyújtsa utánunk a karját. Aztán a zsiványbáró is itt van megint az országban, és én nem akarok még egyszer találkozni vele. Azért hát amondó vagyok, hogy nem szabad tovább együtt maradnunk, mert különben megfordul a szerencsénk. Menjen ki a maga útján, senki se forduljon vissza a másik után. Ez az akaratom, ti pedig, amikor a hóér kezéből kiszabadítottalak, megfogadtátok, hogy mindenben engedelmeskedtek nekem. Ennyiben is maradtak, és nem volt egyéb hátra, mint a szobában felhalmozott pénzből a nagyobbik rakást felosztani maguk közt, és aztán külön-külön útjukra menni. A kapitány az ajtó előtt állt, viseltes, kifakult, ibolyaszín básonykabátjában. Gondolatai előre szálltak az elkövetkező napokba. Azon tűnődött, hogy a megszerzett pénzzel hogyan fizeti ki a birtokra nehezedő adósságokat, hogyan vásárol fölszerelést és tenyész állatokat, hogyan fogad új cselédséget és tart jó lovakat az arra járó postakocsik számára. Egy agár meg egy hátasló is kell a fiatal demozelnek. Tornafeld uram méltóságos menyasszonyának, mondta magában mosolyogva, hiszen pénz állt a házhoz. Eközben a Vörös Liza a kunyhó padlóján kuporgott a kisebbik halom arany és ezüst pénz a kapitány része mellett, és megtöltötte tarisznyáját a dupla tallérokkal és dukátokkal. Fájerbaú fölállt. Nem tudta tovább nézni, bántotta a szemét a pénz, ami más embernek jut. Az ördögbe, kiáltotta. Hát mi ez itt? Mindenki annyit vesz magának, amennyit akar. Ez a kapitány része, mi gondod vele? Utasította rendre a nyaktegergető. Köszönd meg neki, amit meghagy. Mert amikor hozzánk kerültél, se ruhád, se cipőd nem volt, egy rongyos ing lógott a testeden, ez volt mindened. Ő pedig jó módba segített bennünket, te is gazdag vagy ez órától fogva. Gazdag! Kiáltotta felháborodva Firebaum. Mit beszélsz? Ki gazdag a mai drágosságban, amikor egy vék a gabona 11,5 garasba kerül? Hozzá se nyúlok a részemhez. Megtartom öreg napjaimra, mert ki segít rajtam, ha csúzos és béna leszek. Addig pedig Isten irgalmából élek, és száraz kenyérhajat koldulok a parasztoktól, hogy éhen ne vesszek. No hát, ennyire vittem. Ez a jutalmam. És keserű kacagással vette át a részét, amit a nyaktekergető odatolt neki. Egy teli kalap tallért és egy marék aranyat. Életünk kockázatásával vadásztuk az aranyat, amíg el nem csíptük, mondta a Brabanti. Most hosszú pihenés következik, komódosan fogok élni. Finom lakást veszek ki valamelyik csukában vagy szarvasban, rakott asztal mellé ülök, minden nap halat és pecsenyét eszem hozzávaló borral. Kora reggel misére megyek, délután spacérolni, este kártyázni. Így élek majd, és nyugodtan nézem, mi jót, mi rosszat hoz az idő. Hanem aztán, kiáltott közbe éles hangon Firebaum, ha a hét kövér esztendő után sovány esztendők következnek, engem hagy békén, egy részgaras sem adok neked. Azt már most megmondom, hiába is sántigálsz az ajtó elé. Ne félj semmit, felelte nyugodtan a Brabanti. Tőlem ugyan Liliomot és a Rezedát ültethetsz az ajtód elé, én nem taposom szét. Most nyaktekergető szólalt meg, aki két marék aranyat kapott, mert első volt a bandában a kapitány után. Éjjeli baglyok voltunk, mondotta. Nappal nem mutatkozhattunk. Ennek most már vége.
Be akarok járni minden országot, Velencét, Spanyolországot, Franciaországot, Németalföldet. Megnézem napfénynél a világot, és ha minden héten 2 tallért elköldök a pénzemből, és vasárnap elverek még egy felet, akkor is kitart életem végéig. Weiland, sápadképű, nagy, nehézkes fickó, ujjai közt hullatta ki az aranyakat, és magában kuncogott. Itt Csehországban, ahol a kutya sem ismer, csináltatok magamnak színrangyból egy kis poharat, meg egy kést, egy leveses kanalat, meg egy burnótos kanalat. Ahhoz 2 aranypixist, egyiket a jobb zsebembe, másikat a bal zsebembe. A jobb oldaliban finom spaniolt tartok magamnak, a bal oldaliban közönséges bahiát a barátaimnak, mert hát takarékoskodni kell. Hát te, őzike, kiáltott rá nyakta kergető a vörös Lizára, aki hallgatva kuporgott a földön. Mire való ez az elkámpicsodott ábrázat, hiszen most te is sejemben, bársonyban járhatsz. Tán a szíved fáj? Hadd menjen, akinek nincs maradása. Gombház, ha leszakad, lesz más, megszokhattad volna már. Ne félj, ha majd aranycsatos cipőt, fejdísz, nyakéket, aranygyűrűt és karkötőt hordasz, lesz keleted a legények között. A vörös Liza nem felelt. Fölállt, és fel akarta emelni a földről a kapitány tarisznyáját, de igen nehéz volt, s a nyaktakergetőnek kellett segítenie, hogy a terhet kicipélhesse. Kint az ajtó előtt még egyszer beszélt egykori szerelmesével a vörös Liza, még egyszer utoljára megpróbálta, hogy csökönyös elhatározásán változtasson. Vigyél magaddal! Könyörgött, és fejét a vállára hajtotta. Ne mondj megint nemet! Tudom, hogy más szeretsz már, bizonyosan a legszebb lányt a világon. Hát aztán, vigyél magaddal, nem állok én utadba sehol. Meghúzódom a cseléd szobában, a kemence mögött, és elvégzem a legaljasabb munkát is, csak tudhassam, hol vagy, és hogyan folyik sorod. Nem lehet, mondta hidegen, mereven a kapitány. Keresd száraz kavicsot a tengerfenekén, de engem ne keres, úgysem találsz meg soha. A vörös Liza egy darabig sírdogált magában, aztán megnyugodott, megtörölte könnyes szemét, és halkan mondta. Isten veled mindörökre, úgy szerettelek, mint tulajdon szívemet. Menj, és őrizzen Isten minden utadon. Eközben Weiland meg a Brabanti kilépett a kunyhóból, és most hangosan búcsúzkodott a kapitánytól. Nagy viváltozással levegőbe dobált a kalapját, a pisztolyával a levegőbe lövöldözött, hogy csak úgy zengett az erdő. És amikor a kapitány sarkantyúba kapta lovát, és végső búcsút intett cimboráinak, Weiland lekapta nyakából a kendőjét, és elégette áldozatul a kapitány egészségéért és jó szerencséért. Egy héttel utóbb Firebaum barátcsuhában bandukolt a sziléziai országúton. Pénzét 3 helyen rejtette el az erdőben, és megjelölte a fákat, hogy újra megtalálja. Most faluról falura, tanyáról tanyára járt, és koldus tarisznyájában kenyér és hagyma, 3 savanyú alma, egy darabka sajt, meg egy kendőbe burkolt hajcsomó volt, amit szent relikviának mondott. Hogy így nyelte a port az országúton, háta mögött egy lovas ügetését hallotta, és amint arra fordult, egy svéd futárt látott meg, aki sárgarész gombos kék kabátot, jávor szarvasbőr nadrágot, bivajbőr övet és tollas kalapot viselt. Firebaum tüstént oldalt húzódott, és az arra haladó lovas felé nyújtotta a markát, persze nem igen reménykedve abban, hogy alamisnát kap, mert a svéd király tisztjei ritkán nyúltak zsebükbe, ha korduló barátot láttak. Ez a lovas azonban megállította lovát. Vonásain mosoly suhant végig, és egy 1/2 pomeráni forintot vetett oda a korduló barátnak. Firebaum elkapta a kis ezüstpénzt, de a következő pillanatban összerezzent és rábámult a lovasra. Ismerte ezt a gúnyos mosolyt, és ez az égő szem, ez a bozontos, összenőtt szemöldök, ez a barázdás homlok. Nem egykori kapitánya ül ezen a lovon? Csak ennyit adsz a cimborádnak, kiáltotta, és a lovas karjába kapott. Tüstén megismertelek, hiába növesztetted azt a kis kecske szakállat. Szállj le a lóról, és ha van egy kis innivalód. Torkán akadt a szó, mert a mosoly eltűnt a lovas arcáról,
Tökéletesen más, idegen ember nézett le a csuhás barátra, és soha nem hallott hang szólalt meg tört németséggel. Mit akarol, barát? Fél forint, nem eleget? Félre az útból, különben végigverem rajtad. A szökött barát egy pillanatig belebámult még az idegen arcába, aztán elszörnyedve emelte föl a kezét, és Istent hívta tanúságul, hogy a nagyságos, méltóságos urat más valakinek nézte, maga sem érti már hogyan. A lovas a szavába vágott. Ezeket miserable excuses, horkantott rá. Nem akarom hallani. Fél forint, nem eleget. Félre az útból, te megátkozott barom. A szökött barát engedelmesen félreugrott, és a lovas elnyargalt. Csak a gúnyos kacagása hallatszott még, s ez megint, mint a ismerős lett volna Firebaumnak. Tágra nyílt szemmel, tátott szájjal bámult a svéd lovas után, amíg csak el nem tűnt, és remegő kezével egymás után vetette a keresztet, mint a magával, az ördöggel találkozott volna.